Köszöntöm a Miskolc Televízió nézőit, önök a Sportpercek adását látják. E heti összeállításunkban labdarúgás, amerikai futball, műkorcsolya és ralli sportágak miskolci érintettségű eseményeinek összefoglalójával várjuk nézőinket. Adásunkat a Kisvárda DVTK bajnoki labdarúgó mérkőzés összefoglalójával kezdjük. Még tovább él a remény. Szombaton délután a labdarúgó NB1-ben a Kisvárda fogadta a DVTK labdarúgó csapatát. A piros-fehéreknek mindenképpen győzniük kellett ahhoz, hogy megmaradjon az esélyük a bennmaradást kiharcolni a hátralévő fordulókban. A mérkőzés első félidejében a hazaiak domináltak, de gólt a második félidőben Grozav révén a Diósgyőr szerzett, ezzel el is döntötték a három pont sorsát. A magyar labdarúgó NB1 31. fordulójában a Kisvárda látta vendégül a piros-fehéreket. Az összecsapás előtt a Diósgyőrnek azzal a tudattal kellett pályára lépni, hogy az előttük lejátszott mérkőzésen a rivális Zalaegerszeg begyűjtötte a három pontot. Így mindenképp győzniük kellett, ha életben akarták tartani bennmaradási esélyüket. A mérkőzés első félidejében a hazaiak diktálták a játék ritmusát, több helyzetet is kialakítva. A 10. percben ötvös durrantott a kapu felé, nem sokkal később pedig ismét az ő lövését blokkolták. A játékrész végén Kravchenko fejelt szöglet utána a kapu mellé, majd a lefújás előtt Melnik bombája zörgette meg a felső lecet. A második felvonásra összeszedettebb lett a Diósgyőr. Jól kontrollálták a játékot, sok labdaszerzést bemutatva. Ennek eredményeként a 63. percben egy szép akciót és egy kapu előtti kavarodást követően a volt kisvárdai labdarúgó Grozav piszkálta a hálóba a labdát. 0-1. Ezt követően a hazaiak átvették a játék irányítását, helyzeteket kialakítva, de egyenlíteniük már nem sikerült. Kisvárda DVTK 0-1. Nem mutattunk ma igazán minőségi játékot, a labdás játékunkban rengeteg hiba csúszott. A küzdeni akarásra azonban nem lehet panasz, az egész csapat mindent beleadott ebbe a meccsbe. A Zalaegerszeg Puskás meccs eredményének tudatában nem volt könnyű játszani, nagyon nagy nyomás alatt voltunk, de hála Istennek meg tudtuk nyerni a meccset. Gondolom, hogy az első fél időben jól játszott a csapat, jó teljesítmény nyújtottunk, meg voltak azok a lehetőségeink, amivel előnyt tudtunk volna szerezni ezen a mérkőzésen. Sajnos megint abba a hibába estünk, hogy nem tudtuk értékesíteni ezeket. A második fél időben egy nagy védelmi hibából kaptunk egy olyan gólt, ami elkerülhető lett volna én szerintem, és utána rohantunk az eredmény után, ami már nem igazán kedvezett a mi játékunknak. De hát én azt gondolom, még ott is megvolt az egyenlítés lehetősége, de sajnos megint csak a helyzeteink kimaradtak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a vereség ellenére nem lehet a csapatot bántani, mert megpróbáltok mindent megtenni azért, hogy eredményesen jöjjünk ki ebből a mérkőzésből. A diósgyőriek vezető edzőjét arról kérdeztük, tudták-e a játékosok az előttük lejátszott mérkőzés eredményét? Yes, of course, you know. Persze tudták a játékosok, természetesen ma már ez elkerülhetetlen, hogy tudják a többi csapat mit játszott. Egyébként korábban Horvátországban és Moldovában, a korábbi csapataimnál, illetve korábbi bajnokságokban, ahol dolgoztam, az utolsó 2-3 fordulót egy időben rendezték meg. A Puskás Zalaegerszeg meccsen számunkra kedvező eredményt vártunk, bíztunk benne, hogy ez egy plusz motivációt is adhat a csapatnak, de így végül nehezítő körülmény volt az az eredmény, ám így is nyerni tudtunk. A hazaiak vezetőedzője szerint problémát jelent számukra, hogy nincs olyan játékosuk, aki egyéni megvillanásokra lenne képes. Már nagyon hosszú idő óta beszélgettük, hogy nincs egy olyan játékos a csapatban, nincs egy olyan támadónk, aki egyénileg meg tudna oldani egy-egy szituációt, aki el tudná dönteni a mérkőzéseket. Ezzel volt a mai mérkőzésen több a Diósgyőr, ezért tudtak nyerni, mert volt egy Grozav, aki egy olyan szituációból, ami nem mondható helyzetnek, gólt tudott szerezni. A piros-fehérek vezetőedzője elmondta, mi volt az oka annak, hogy nagyon kevés lehetőséget alakítottak ki a kapu előtt. Nagyon sok labdavesztésünk volt az első félidőben, a Kisvárda zártan és kompaktan védekezett. 2-3 csere után sikerült ezen valamennyit javítani, de ideges volt a csapat végig. Elképesztő nyomás nehezedik a játékosokra, viszont nagyon büszke vagyok rájuk, mert ilyen körülmények között is helytálltak. Ebből sokkal többet kellett volna kihozni, mondta Subka Attila, a hazaiak vezetőedzője. Nem mondtam nekik, hogy ebből sokkal többet kellett volna kihozni, de függetlenül a vereségtől föl kell emelni a fejünket, és tovább kell dolgozni. Van még két mérkőzés, ebből a két mérkőzésből minél több pontot kell gyűjteni, és még akkor bármi meg lehet a bajnokság végéig.
A DVTK-nak két mérkőzése maradt kiharcolni a bentmaradást, aminek eléréséhez győzni kell a piros-fehéreknek. Legközelebb, ha minden jól megy, már nézők előtt, csütörtök délután lép pályára, hazai környezetben a Diósgyőr, ahol az Újpestet fogadják majd. Addig is, aki szeretné visszanézni a Kisvárda elleni vendégjátékot, az megteheti ma este 19 óra 25 perctől a Miskolc TV műsorán.